Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán! Ebben a videóban azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogy lehet a legkönnyebben bevágni a parketta mintás padlólapot a fal mellé. Mindjárt meg is mutatom, hogy ezt a szobát most legurkoltam ilyen parketta mintával. Tehát lehet látni azt, hogy egészen ki lett burkolva a helység. A régi burkolat föl lett vésve, és akkor egy új burkolatot kap ez a szoba, és a megrendelő úgy szerette volna, hogy parketta mintába legyen lerakva ez a fajelezetes padlólap, és most ennek a beszabását fogom megmutatni, illetve az, hogy ez hogy készült el. Lesz majd később olyan videó, amiben megmutatom ennek a lerakását is, mert nekem is ez idegen volt még ez a minta. Hallottam már többször róla, de még sosem használtam ezt a megoldást. A segítségem az lesz, hogy letettem ide egy ilyen vékony ilyen alátét fóliát, ezt a polifón fóliát, amit a laminált parketták alá szoktak használni, hogy ne csúszkáljon a kő a rajzalom. És akkor ennek szeretném megmutatni, hogy hogy a legegyszerűbb, leggyorsabb bevágni a vágott darabokat a fal mellé. Először is azt kell csinálni, hogy ki kell rakni a hiányzó mintát ide egy mezőbe, hogy könnyen meg lehessen utána rajzolni. Készítettem magamnak egy olyan célszerszámot a műhelyben, amivel pontosan be lehet illeszteni a derékszöget. Észrevettem, miközben raktam ezt a parketta mintát itt a felületen, hogy ugye nincsen egyenes része, ahol a vízmérték mellé lehet húzni a sorokat, úgyhogy mindig a derékszögre kell figyelni, és egy kicsit ilyen méretpontatlan alap, úgyhogy nem fogva keresztel raktam, hanem szemre, illetve egy derékszög segítségével. Akkor még nem volt meg ez a célszerszám, de tegnap a műhelyben ezt elkészítettem, hogy könnyebben tudjak dolgozni. Ezzel be tudom állítani jól a derékszöget. Kirakom a mintát, már vannak vágó darabjaim, amit tudok használni. Szépen beálltom, hogy meglegyen a fogatávolság is. És már volt egy megrajzolt padlólapom ott a előző vágásból, és itt már mutatja nekem a vonalat, hogy mi lesz majd a folytatás. Itt is beálltunk derékszöget rajta. Ügyelek rá, hogy szép egyenletes legyen a fuga, mint hogyha már helyen le lenne rakva, és akkor így tudok méretet venni, itt az egyik sarka már megvan, meg kell mérjem a másik sarkát. Szépen megnézem mérőszalaga, hogy hova futna ki a sor, és akkor a fugát elhagyva itt, 69 cm-re kell legyen a helye. És akkor így megrajzolom a 69-et.
illetve keresztvonalon folytatódik a csempe, hát a mérőszalag segítségével azért könnyen tudok ide tenni egy jelet. Ez a pont, hogy ahol kifutásra. És akkor így össze tudom vonalatni a padlólapokat. Ugye itt meg volt egy kiindulási pontunk. És akkor ez a folytatás. Ezekre a vágó darabokra lesz szükségem, és akkor meg szoktam őket jelölni, hogy ezt fogom először beragasztani A, B, C, D, aztán váltok, ez lesz akkor majd nem egy egyes, hanem egy kettes, ezt nem fogom egyelőre vágni ezt a lapot, mert ez majd adja a következő háromszöghöz, hogy milyen darabok kellenek. Itt van a négy darab vágó. Egyelőre csak így berakod önnek szárba, megcsinálom a vágásokat, és utána kellett majd ragasztani. És akkor jön a következő háromszög. Itt ugyanaz lesz a folyamat, mivel nincsen még megkenve ragasztóva, ezt kiveszem én a helyéről, ez lesz az egyik, ami adja a vágásirányt, és akkor ez alapján megint összerakom a mintát, kirakom ezt a háromszöget, ugyanígy megrajzolom, és akkor levágom. Köszönöm szépen, ha megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!